helyi közösség tagjaival és vidékünk különböző településeiről érkezett zarándokokkal telt meg a Beregszászi Római Katolikus Egyházközség Szent Kereszt felmagasztalása temploma. A szentély titulusát szentelésekor kapta, ezért a római katolikus közösség az ünnepnapján tartja a templombócsút. Az ünnepi szertartás a minisztránsok és papok bevonulásával kezdődött. A szentmise főcelebránsa Németh László, a belgrádi főegyházmegye metropolita érseke volt. Elfeledve a múlt drámáit, az emberiség új és nehéz próbatételnek van kitéve, mely sok népet az erőszak brutalitásával nyom el. Az érsek prédikációjában a Szent Kereszt fontosságáról, a remény zarándokai jelmondattal meghirdetett 2025-ös szentévről, valamint a keresztény tanítás békére való felhívásáról beszélt. Én két gondolatot ragadnék ki, az első volt a kereszt fontosságban az életünkben, kezdve a keresztség szentségének a kiosztásától, akkor három keresztet is kapunk Szent Háromság nevében, Atya, Fia és a Szentlélek, és ez a kereszt követ minket. Én édesanyám emlékét hívtam vissza, amikor otthon minket mindig megáldott valami történt, mentünk valami, mindig megáldott szentelt vízzel, ez volt az egyik gondolat. A másik gondolat pedig, hogy ebben a nagyon törékeny és gonosz időben, amely minket körülvesz, és erre gondoltam, és világosan mondtam is, hogy az ukrán háború is ide tartozik, a hitünk reményt akar ébreszteni bennünk. Jövőre szent évet ünnepelünk, 2025, és a Szent Atya pont azt szeretné, hogy mi, keresztények, és gondolom minden keresztény katolikusok különösen, a remény zarándokai legyünk, reményt vigyünk ebbe az életbe, ahol nagyon sok a sötétség, ahol nagyon sok a gonoszság, hogy lehet itt mégis jobb valami. Én gondolom, hogy a keresztény tanításnak és magának Jézusnak az élete és szavaiban van egy fantasztikus békére való felhívás. Hisz tudjuk, hogy Jézus az egész életét úgy élte le, hogy senkivel sem akart viszályt kelteni. Mi több, amikor már vitték a halálára, vezették a kereszttel, akkor sem próbált erőszakkal szembenállni. Rámutatott, hogy a békért sok áldozatot választani kell, vagyis vállalni, de a béke egy olyan kincs, amelyet érdemes mindent megtenni. És ezért is mondjuk, hogy az örök élet az a béke királysága. Mit jelent az, amikor az ember megérzi azt, hogy őt magához akarja ölelni az Isten az ő fia által. Itt nekünk erre az ölelésre most nagyon-nagyon szükség van. Demkó Ferenc, a Munkácsi Görög Katolikus Egyházmegye magyar nyelvű híveiért felelős helynöke, a Beregszászi Esperesi Kerület görög katolikus esperesek köszöntőjében az ölelés megerősítő szerepét emelte ki. Én nekem meggyőződésem, hogy annyi ember érzi jelenleg egyedül magát. Még azok is, akiknek családtagjaik vannak. Mert az, hogy van családtagom, és valahol legyen az akár 15 kilométerrel odébb, és nem tudok hozzá eljutni, vagy éppenséggel ő nem tud hazajönni, és nem tudjuk ezt a kapcsolatot nem csak szóban, mert ugye most már vannak lehetőségek, WhatsApp, meg más internetes alkalmazások, mégis az élő szó, és szó szerint mondom, most mit nem okvetlenül a szerelmes ölelés, hanem az az emberi ölelés, amire szerintem mindenki vágyik, aki normális emberi életre szeretne élni, akiben benne van annak a vágya, hogy néha egyedül vagyok, hogy néha szükségem van a másik megerősítő jelenlétére. Áldja meg a mindenható Isten a római katolikus közösséget itt Beregszászon és Belgrádban is. A hálaünnepek önvizsgálatra késztetik az embert, fogalmazott köszöntőjében Zán Fábián Sándor, a kárpátaljai református egyház püspöke. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Érződik ennek az eseménynek a nagy fontossága. Tapasztaljuk Istennek a jelenlétét,
tapasztaljuk az ő erejét. Hálát adunk a mindenhatónak ezért a lelkünket erősítő együttlétért, mondta Lucsak Péter, a Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye püspöke az ünnepi alkalom zárásaként. Nagyon fontos ez az összejövetel nem csak egyházmegyénknek, hanem egész Kárpátaljának, sőt az egész országunknak, Ukrajnának. Mivel egy nagyon fájdalmas folyamatban vagyunk, és pont a keresztben van a reményünk, ezért nem csak egy egyszerű búcsún vettünk részt, testvérek, hanem egy reményteljes, erősítő Istennek jelenlétében és az ő megnyilatkozásában, hogy bízzatok bennem, merítsetek erőt a ti szenvedésetekben, az én szenvedésemből, és lélegzésünknek utolsó pillanatjáig ne veszítsük el ezt a reményt, és egymást támogassuk ebben a keresztúton. A templombúcsút a szentély felszentelése alkalmából tartják. A beregszászi neogótikus stílusban épült háromhajós csarnok templomot 1846-ban nevezték át Szent Kereszt felmagasztalása templommá. Öröm volt látni, hogy a búcsúra megtelt a templom, fogalmazott Molnár János, beregszászi plébános. Ennek a templomnak a úgymond a gyökerei vagy a kezdetei azok a 12. századig nyúlnak vissza, amikor is Beregszászon először egy Szent Mihály tiszteletére készült kápolnát szenteltek föl. Ennek a kápolnának ma már csak a romjai találhatók meg a mai templomnak a déli kapujánál, és 1418-ban kezdődött ennek a templomnak az építése, ami eredetileg egy egyhajós oldaltornyos templom volt, és 1846-ban volt az utolsó átalakítás rajta, amikor hozzáépítették a lurdi kápolnát, és akkor szentelték föl ezt a templomot a mai címünnepre, a Szent Kereszt felmagasztalásának az ünnepére. Igen, van, ahogy mondta, hogy a búcsú az mindig mint egy családi ünnep, tehát mint egy születésnap, ahogy családoknál is megvannak a belső ünnepek, évfordulók, ugyanúgy minden egyházközségnél, minden templomnál a búcsú ünnep az a belső ünnepünk, ahol eljönnek a többi egyházközségből is, hogy gratuláljanak, hogy velünk legyenek, hogy örüljenek velünk ezen az ünnepen. A szerepével kapcsolatban a Bereg-Ugocsai Esperesi kerületnek ez a fő templomat, az Esperesi kerületnek a központja, és hát nyilvánvaló, hogy nagyon sok ünnepség, nagyon sok liturgia az pont ebben a templomban zajlik. Nagy öröm volt, különösen a mai időben, amikor nagyon megfogyatkozott a híveinknek a száma, és amikor már vasárnap azt látjuk, hogy itt is hiányoznak, ott is hiányoznak, nagyon nagy öröm volt belépni úgy a templomba, hogy valóban nagyon tele volt, és nagyon sokan voltunk itt a mai napon. Ezekben a nehéz időkben az egyház, a templom közösségerősítő jelentőséggel bír. Összeszed bennünket minden ünnep, a hétköznapok is, ezek a találkozások erősítenek. Nyilván feltűnnek a foghias családok, különösen az édesapák hiányoznak. Bízunk benne, hogy valamennyiük visszatér, újra egyben lesznek a családok, de most azt szenvedjük ennek a helyzetnek az áldatlan állapotát. Amikor megfeszítették Urunkat, Jézus Krisztust, ő tudta ott a kereszten is, hogy ti most bánkódtok, de harmadnapra feltámadok és megváltalak benneteket. Mi ugyanúgy tudjuk, hogy a Jóisten már tudja a forgatókönyvet, mi még nem, de bízunk benne, hogy számunkra, a meglevők számára a legjobbat fogja kihozni ebből a helyzetből. Az ünnepi szertartás közös énekléssel és az oltári szentség előtti hódolattal ért véget.